Ezüstérmes lett Olaj Tamás, a Keszthelyi VSS sportolója a Máltai Speciális Olimpián. Tamás az 50 méteres hátúszás számban korábbi idő eredményét javította, ezzel lépett a dobogó második fokára. A négyes váltóban csapatával negyedik helyezettek lettek. A speciális olimpián 23 ország játékosai 6 sportágban 1000 versenyző mérettetheti meg magát Máltán. Olaj Tamás a hazai versenyeken, többek között Monoron, Budapesten, Debrecenben, Győrött és Székesfehérváron is sikeresen szerepelt korábban. Eredményei tették lehetővé, hogy bekerült abba a csapatba, amely a rangos versenyen képviselteti hazánkat.